Jó napot kívánok! Szervusztok, sziasztok! Világossággal, szeretettel és jósággal. Köszöntöm minden kedves hallgatómat és nézőmet. És hiába, hogy úgy képzeltem én, hogy a korábbi felvétellel befejeztem a megváltás törvényéről szóló előadás sorozatot, amit igazából az aura tisztítás néven tettem közzé, nem igazából, hanem gyakorlatilag. Igazából arról van szó, itt egy kicsit megcsavartam a saját agyamat, eszemet, tehát aura tisztítás címet írtam, de tulajdonképpen az egyetemes törvényekről is kiváltképp a megváltás törvényéről, illetve a megváltásról magáról próbáltam értelmesebb gondolatokat veletek megosztani. Na, tehát itt azt hagytam ki az egészből, hogy az, amiről Jézus beszél, tehát az a megváltás, amit a megváltó Isten tanít tulajdonképpen, Jézus szemébe inkarnálódott megváltó Isten tanít, az nem egy egyszerű dolog. Tehát nem úgy van, hogy most Jézustól megtanultuk a formulákat, a magatartást, és akkor azt mi is végre tudjuk hajtani azonnal, és problémamentesen, és most már tessék, most már igényelni lehet például a spirituális tanítóktól, hogy ők miért nincsenek megváltva, megváltódva, például mondjuk tőlem is. Míg türelmet kérünk egy kicsikét, és türelem kell mindenhez. Tehát itt arról van szó, hogy azok a fogalmak, azok a magatartások, azok a mágikus formulák, hogy úgy mondjam, amiket Jézus a meghirdetett, tehát a... Most zavarra egy kicsit beköhögtem, de nincs mit csináljak. Nem másért, csak nem rendelkezek olyan technikával, annyi idővel, eszközzel, körülménye, hogy most ezt megvágjam. És kiszedjem ezt a köhögést, és még lehet, hogy még lesz benne, ezért bocsánatot is elnézést kérek. Tehát folytassuk. Ezt mélyen át kell élni, és mélyen át kell azokat a mantrákat úgymond élni, és meg kell saját mantra rendszeredbe be kell írni, és saját mantráit közé tartani, és jelmondatonként nem elég csak úgy magadat hozzá tartani a magaviseletedet, illetve a magatartásodat, tehát hozzáidomítani, hanem tényleg addig kell mondd magadnak, és addig kell visszahallgasd, lehetőleg valamilyen ilyen hangrögzítő kütyüre felvéve, amíg bemegy a mély tudattalanodban. Tehát az, hogy igenis a boldogok a bolondok. Tehát boldogak a lelki szegények, ez egy ilyen szalonképesített formula, mert tulajdonképpen a tarot 22-es ikonjáról van szó, aki a legmagasabban beavatott személy, illetve az a személy, aki a legnagyobb sötétségben is képes a legnagyobb világosságot látni. Értjük? Látni a belső szemeivel, érzékelni az Isten világosságát, az Isten fényét, értelmét, azt a magas rendű értelmet, amit nem tudunk utolérni. Hiába vagyunk nagy okos Nobel-díjas tudósok, úgysem fogjuk fel azt a magas rendű értelmet, illetve amikor azt gondoljuk, hogy na most megértettük, kiderül, hogy még tovább van. Bocsánat. Elmentél a fénnyel, a világossággal, a kutatással, a tudománnyal egy határig, és azt hiszed, hogy na most már kiderítettél mindent, ami fontos és szükséges, és aztán kiderül, hogy nem, és akkor visszamész a határa, és kiderül, hogy határokat arrább tolták. Az Úristen úgymond megnyitotta a határokat, mehetsz tovább. Mindig el kell menni a határokig, és a titkokról le kell mondani. Volt egy ilyen régi írásom, amit közzétettem újból a Facebook oldalamon, hogy a titko, miért rossz a titok, miért jó rossz a titkolózás.
itt van, volt régebb titokminiszter Magyarországon, most nem tudom, hogy van-e, lehet, hogy éppen Rogán Antal az, ugye, vagy a külügyminiszter, mert most azt higgyák, hogy az oroszok valami betörtek a külügyminisztériumba, és nem tudom, milyen fantasztikus, jaj, micsoda, jaj, milyen fontos nagy titkokat kiszedhettek az oroszok a NATO-nak, a nem tudom, hogy milyen, legyünk komolyak már egy kicsit. Nincs titok. Nincs, azt mondja Jézus, hogy amit a pincébe rejtettetek, azt majd a háztetőn fogják a fületekbe kiabálni. És így van. Valaki valamit eltitkolt, és aztán nézheti magát, mert akkor elsősorban szorongam miatt, hogy nehogy a titkát valaki felfedje, leleplezze, és másodszorban utána meg úgyis felfedik, és akkor nézheti magát, hogy szégyelheti esetleg magát, de nincs amiért. Na most. Tehát a fény nem titok. Az Isten világossága nem titok. Nem tudom, hogy az egyház mit ért alatt, hogy ünnepeljük a szent titkainkat, vagy nem tudom, van egy ilyen formula ott a mise közben, a liturgia közben. Milyen titok? Jézus mindent a világosságra. Azt mondja, hogy nem arra való a fény, hogy a véka alá rejtsik. Mindent elmondott, csak meg kell tudni azt fejteni, persze, de az nem titok, nem azért mondta, hanem hogy sűrítette az információt, csak annyi, hogy akinek nincs, attól elvétetik, és akinek van, annak adatik. Asztrológiával mindent meg lehet fejteni. Amit Jézus mondott, mind az asztrológia segítségével, mert ő egy hatalmas asztrológus is volt többek között, tehát hogyha Isten volt, nem, hát tudta azt is, amit az asztrológusok nem is sejtettek esetleg még akkoriban, amikor ő élt, ugye? Tehát asztrológiával meg lehet fejteni azt is, hogy az elsőkből lesznek utolsók, az utolsókból elsők, és így tovább. Na, tehát minden nap kell boldogságra, úgymond bolond boldogságra kell törekedni, és ebben nem szabad lankadni. És ez a titka. Nincs titok, csak a kitartás, a szívóság. Abban, hogy ezt, hogyha megsejtettem és megértettem, hogy igaza van, hogy megtapasztaltam, figyelem, megtapasztaltam, személyesen megtapasztaltam. Ezzel egyszer rajta kapom magamat, hogy megtapasztaltam, és mégis másképp csinálom. Vagy úgy csinálom, vagy korábban csináltam, mert mit tudom én, úgy tanítottak, vagy úgy tűnt nekem, vagy utána meg a környezetem hatására még mindig elárulom a fényt, elárulom az igazságot. Nem úgy viselkedek, ahogy tudom, hogy kellene, hogy ahogy van az igazság. Értjük? Na most persze az ember megint csak ott van, hogy szintén Jézus mondja, hogy jaj a megbotránkozónak, de hétszeresen jaj a megbotránkoztatónak. Na most emberek, akik nincsenek bizonyos dolgokra felkészülve, hiába mondod neki a nagy igazságokat, mert csak legfennebb megbotránkoznak fölötte, illetve majd elítélnek, és majd még rosszabb lesz, úgymond. Nem neked, hanem nekik, mert még jobban elkezdnek félni és zárkozni a fénytől, illetve a bennük lévő démonok. Igenis, igaza van a Grifászinak és másoknak, meg hogy hívják ezt a David Icke-nek, meg a többieknek, hogy körülbelül 80%-a az emberiségnek démonok által, ha nem is megszállt teljesen, de megszállt, mert benne vannak, és manipulálják az érzelmeinket, gondolatainkat, de főként a saját magunkról való alkotott képünket, képzeteinket. És védik azt, amit nem kellene. Tehát védekeznek a megváltás ellen, védekeznek a fény és a szeretet ellen. Értjük? Nagyon-nagyon sok eset van arra, hogy valaki találkozik egy másik emberrel, azt nagyon megszereti, és stb. Ő már esetleg idősebb, és ilyen spirituális dolgokban jártasabb, és próbál a másikon segíteni, és akkor a démonok válaszolgatnak neki. Az illető személyből. Értjük? És még az a legkevesebb, de nem, hogy válaszolgatnak és szamárságokat beszélnek, hanem még meg is sértik, de hát nem tudnak más csinálni. És akkor úgy néz ki, mint hogy a másik ember sértett volna meg téged. Azért mondja Jézus, hogy hányszor kell megbocsájtanunk a, mit tudom én, minket bántalmazóknak, és azt mondja, hogy 77-szer. 7-szer, nem 7-szer, 77-szer. Vagy mit tudom én. Mert nincs mit csinálj. De amíg a másik fel nem ébred, ott van a szabad akarat. Na most ez egy tényleg egy nagy titok, a szabad akarat. Hogy mi a csodától nem tudnak egyesek, úgymond,
ráébredni, hogy ezer egyszer a démon már megszívatta őket, vagy démonok, becsapta, átverte, stb. És még mindig hallgatnak rájuk, és még mindig keresik kívül a hibát, hogy a külső istent keresik, és a külső boldogságot, épp úgy a hibát is, és mit tudom én, a gúnytárgyát, vagy kritizálni való tárgyat, vagy magatartás, stb. Tehát nem, hogy nem látják, mert látják valahol a másiknak a törekvését, hogy az egész életével, egész habitusával, mindennel úgymond a tessék a fény és a szeretet szolgálatába állt, de még mindig van rajta kritizálni való, még mindig van rajta kifogásolni való, és főképpen van, amitől ő megsértődik, az, amikor nem is róla beszél a másik, nem is neki beszél, hanem általánosan mond valamit, de őt sérti az, hogy a másik, mit tudom én, miket mondott, vagy milyen magatartása van, értjük? És közben nem vesz észre, hogy neki milyen magatartásai vannak, illetve azt se felejtsük el, hogy a démonok között a másodiknak legalábbis, hogyha végigmegyünk a zódiákuson, ugye, az első a teremtés ellenes, a megnyilvánulás ellenes, az a kutya, vagyis a krokodil, vagyis a mit tudom én milyen démon, tehát az, aki startból nincs neki semmi racionális magyarázata, hogy miért, de sérteget és bánt, és agresszív, főként beleharap a másikba, mint a kutya, mint a farkas, mint a krokodil, beleharap. Na, van ilyen démon, de a második ennek az ellentéte a passzivitás, a lustaság, a renyhesség, a mozdulatlanság, mert jó, mi úgy képzeljük, és úgy érzékeljük innen, hogy az abszolút lét az mozdulatlan, vagy hogy mondjam, de van benne mozgás, ott van pontosan, ha más nem, az első Lilit. Csak mi úgy érzékeljük, de hát a teremtés az első mozgás, az első mozdulás, amikor ki mindig és folytonosan és állandóan és örökkévalóan kilépik magából, kimozdul magából. Tehát benne van a mozgás is, a polaritás törvénye erről is szól, ugye nem kell úgy átkozódni is, hogy haragudni a polaritásra, mert benne van a statika, a nyugalom, na most a nyugalom az nem azt jelenti, hogy rossz kifejezést használtam, hogy statika, tehát nem azt jelenti a nyugalom, hogy teljes passzivitás, teljes, hogy mondjam, elzárkózás, vagy mondjam, érzéketlenség, hogy nem érzékelem a külvilágot, nem érzékelem nem csak a belvilágomat. Tehát a belvilágban is rengeteg mozgás van, ugye? És a legcsodálatosabb az egészben a skorpióban valósul meg, amikor is a mozgás akkora, hogy egy teljes személyiség, teljes személyiségtudat, átváltoztatását eredményezi, vagyis tűzi ki célul, tehát a gyökeres átalakulást. Mozgás nélkül nincs átalakulás. Na most a skorpióval szemben nem véletlenül a bika van, ugye, amiről az imént beszéltem, tehát a bikának a negatív bikai magatartásnak megfelelő démon, tehát a lustaság, a renyhesség, a passzivitás, a munkautálat és mindenféle aktivitás utálatának a démona. Volt egy ilyen ellenségem valamikor nagyon rég, vagy 15 évvel ezelőtt, egy magát nem tudom miért anarchistának nevező, de közben ő lusta volt egyszerűen a második házában, tehát a bikának megfelelő gyakorlati életkörben, állt neki a vízöntő sárkányfarka, tehát a karma pontja, rajta egy kemény és abszolút negatívan fényszögelt Szaturnusszal. Azaz az ember elképesztő, hogy miket csinált, illetve nem csinált. Nem csinált, semmit nem csinált, csak hogy mondjam, megjátszott a nagy jóságost azáltal, hogy ő nem csinál semmit, hogy még a fűnek sem árt, nem hogy a légynek, ugye? Tehát, hogy ő semmivel nem, tehát ő az ő létével, de aztán ő elvárta, hogy mások eltartsák, hogy a társadalom eltartsa, stb. A feleségének a betegnyugdíjából élt, mert hogy az az ő filozófiája, valonnan keletről van a keleten is, ugye az a nem cselekvés filozófiája, vagyis metafizikája, misztikája, és ő azt szerint élt, úgy mondja. De azért nem átallott rágalmazni és megtámadni például engem, de másokat is, például a székely zászlót a székely falvak polgármesteri hivatalaira kitűző RMDS polgármestereket, vagy másfajta, nem tudom, volt egyáltalán akkoriban,
másfajta polgármester Székelyföldön, de azokat feljelentette a román államnál. És itt tovább. Na, ennyire volt ő passzív. Tehát a passzivitásában azért csak ott van a gonoszság, tehát tulajdonképpen a passzivitás az erőtlenséget, illetve jóért és jóságért és az igazságért és a fényért való harcnak az elutasítását jelenti, vagy illetve a jóra való törekvést, a cselekvést. Bika az az egzisztenciális konstelláció, tehát arról szól, hogy hogyan akarom vagy nem akarom fenntartani magamat, se eltartani magamat és a családomat. Na, tehát mondom, hogy vigyázzunk, mert az is démon. Tehát amikor annak látszik, hogy ott nincs semmi baj, mert ő a lényeg sem áts, még a fűre is vigyázz, hogy nehogy Istenem rálépjen a fűre. És akkor, de ennyire, hogy még egy hindu szentet is hallottam, hogy a szent követői vagy tanítványai mentek előtte az úton, mert ott nem volt ez ilyen aszfaltozott és köves út, hanem ilyen ledöngölt járdák és utak, hogy nehogy az út földjéből, tehát a ledöngölt földből ki magukat, hogy mondjam, ki fúró, vagy hogy lehet ezt nevezni, tehát kiemelkedő, kijövő hernyókat, gilisztákat, férgeket, másokat, hogy letapossun a szent. Értjük, de a másikok azért seprűben félreverték, hogy nem, mit tudom én, hátrafelé ottan seperték, míg a másik jött eléfelé, ráléptek. És egy-néhányra az volt a lényeg, hogy a szentne, hogy rálépjen. Ez a hipokrízia csúcsa. Ez a nem egy kettős mérce, ez a demagógia és a hazudozásnak a csúcsa, tehát a valóság tagadásnak, ugye? Na, tehát erről se feledkezzünk meg, és akkor azt akartam mondani, tehát, hogy van úgy is, hogy a démon erre hivatkozik, vagy a démonok, hogy hát ő nem árt senkinek, mert ő senkit nem bánt, senkihez nem jó, stb. És nagyon könnyű, hogy szokták mondani, csak azt tud tévedni, azt téved, aki dolgozik, aki nem dolgozik, az nem tud tévedni. Tehát úgy van, hogy ő arra hivatkozik, hogy azért nem csinál ezt meg azt, vagy ezért nem kezd el sportolni, vagy ezért nem kezd el munkálkodni, stb., mert így jobb mindenkinek, hogy ő ebben a úgymond falcs és hamis statikus, vagy mit a nyugalmi állapotban marad végig. De annak megvan az ideje, a 12-ös ház erről szól, hogy valamikor az ember remetéskedik, és lecsendesül, és lenyugszik, stb., és a tapasztalatait igyekszik átváltoztatni, tehát kivonni a tapasztalataiból, a megélt személyes tapasztalataiból a tanulságokat. És azok segítségével, meg a tanúk, rengeteg tan van a világon, ugye, tehát a tanúkat mindig össze kell hasonlítani a személyes tapasztalatokkal, illetve ott van a csodálatos tudomány, a vezér, a világosság tudomány, az asztrológia, és akkor megtudod, hogy közel vagy-e Istenhez, vagy nem vagy közel Istenhez, vagy még inkább eltávolodtál annak alapján, hogy te azt hogy érzed, hogy van-e benned elég jóság, van-e benned elég fény, világosságra törekvés, stb. És hogyha nem, akkor tovább mondod ezeket a mantrákat, tovább tanítod magadat, és még inkább igyekszel szeretetteljes lenni, és jóságos lenni, és jóindulatú akarnak lenni, és akarni a jóságot, és így tovább. És főként a másik személyiségével nem bíbelődni, és nem azzal törődni, hogy a másiknak milyen hibái vannak, mert nézd meg saját magadat, ahogy Jézus mondja, hogy meglátod a másik szemében a szálkát, és saját szemedben nem látod meg a gerendát, ugye? Mert az is gerenda, hogy szépen belefekszel egy ilyen passzív, egy ilyen, egy ilyen nem ártás filozófiába, vagy metafizikába, vagy misztikába, vagy minek, nem metafizika tévedtem, misztikába, és azt mondod, hogy te jó vagy, mert te nem ártasz, nem bántasz senkit, te nem csinálsz semmit, és ezáltal nem ártasz. Vagy te passzív vagy te mit tudom én, kivonod magad a játékból. Mert az is van, amikor egyébként annak is van pozitív értelme, és ezért sikamrós az egész, mert a 12-ös tarotkártya erről szól, az akasztott, hogy felakasztod magad a lábattól fogva, nem tudom azt mennyire és milyen sokáig lehet egyébként kibírni, ugye, de hát ez egy jelkép, tulajdonképpen csak jelképes, és fordított nézőpontból nézed, hogy
Mert akkor teljesen érdekes és más a világ, mint amit látsz, amikor te is benne vagy a sűrűjéből. Tehát kimászol a labirintusból, úgymond, a nyüzsgés, mert van a fordítottja mindannak, amiről eddig beszéltem, tehát amikor túlpöröksz és nyüzsögsz, és bolygatod a földet, és tudomány segítségével beszennyezed, mindenféle anyagot kiszedsz belőle, átalakítodsz, aztán szemétként visszadobod, és így tovább, és akkor az azt mondja a 12-es tarot, hogy én ebből mind kivonom magam egy darabig, és nézem, és figyelem, hogy itt mi zajlik, mi van, mi történik, hogy kell-e az nekem, hogy mekkora mértékben kell, hogyha majd visszamegyek, mert előbb-utóbb megéhezem, és fordított gyomorral, úgymond, és nyelőcsővel nem lehet táplálkozni, nem lehet enni, ugye, csak leszállsz onnan, akkor majd mekkora mértékben veszek részt a nyüzsgésben, és a pörgésben, és a zajlásban, és a szennyezésben, és a mocskolásban, stb. Mert nem kell, tényleg nem kell. De nem az igazi, úgymond, nem ártás, van egy ilyen hindu non-aliud, vagy hogy hívják ezt, nem tudom. Az ahimsa, hogy nem ártani. De bizonyos mértékig kell, hogy ártsál, nincs, amit csinálj, mert a tehén is végig megy a mezőn, ugye számtalan kis bogarat és férget és mindent letapos és meggyilkol. A tehén maga az jámbor, szent állat, nem? Tehát úgy van, ezt ne törődj te azzal, mert az Úristen úgy alkotta meg az egészet, hogy ami kikerülhetetlen, és ami az élet tevékenységhez és folytatásához szükséges, annyi meg van engedve, mint a hülye szentnek is. Mehetett volna jó nyugodtan, szolgák nélkül végig azon az úton, ahol még közben hernyók kinyomják magukat a földből, nem tudni miért, kijönnek még levegőzni, vagy miért, vagy erőt gyűjteni, és aztán újra visszamennek oda a bányákba, az ő bányáikba, járataikba. Tehát nyugodtan végigmehetsz, és nincs semmi baj azzal, de azzal, amit, hogy mondjam, szellemileg, spirituálisan, mentálisan kimondasz a szavaiddal, és ártasz, még meg becsmérelsz másokat, vagy megijesztesz. Hogy jártam? Elmondom nektek, hogy mire gondolok. Írtam egy eléggé nagy tanulmányt, régi tanulmányokból és újabb tanulmányokból. Nem összetákoltam, mert szervesen egységbe igyekeztem legalábbis hozni, faragni arról, amit az utóbbi időben fedeztem fel, és amiről szól ez a felvétel is, hogy asztrológia nélkül nem működik sajnos a kereszténység sem, mert a buddhizmus az megőrizte, annak van asztrológiája, legalábbis egyfajta azt az asztrológiát, amit nekem is tanítottak az ELTÁ-ban, azt használja. Nem, mert én csodálkoztam Lár Andráson is, hogy ő meghirdette, hogy buddhista asztrológiát tanít, és nézem, az semmivel sem volt másabb, és mélyebb, vagy spirituálisabb, vagy buddhikusabb, mert valamennyire ismerem, könyörgöm, olvastam róla eleget, ugye, meg hallottam tőle is, hogy nincs, nem találtam abban az asztrológiában, amit ő tanít, valamilyen keleti, nem hogy exotikumat, de keleti filozófiát, vagy a Buddhának az eszméit különösebben nem láttam. Annyiban láttam, mint amennyiben látom a miénkben is, hogy igenis van, amikor meg kell szabadulni a démonoktól, mert erről szól a buddhizmus. Meg kell szabadulni a nyüzsgéstől, meg kell szabadulni a karmikus sóvárgásoktól. Erről szól a buddhizmus, de Jézus is ezt tanítja végül is. Csak ő még hozzáteszi azt, hogy azért dinamikus az egész, tehát azért vállalj életfeladatokat, vállald a keresztet, vállald fel az életfeladataidat, és úgy abból leszűrve a következtetéseket, menj, indulj el a mennyek országa felé. Na de itt az az igazság, hogy a buddhizmus által tanított karmaollás nélkül azt, amit Jézus tanít, viszont nem lehet. De a buddhizmus sem lehet teljes mértékben realizálni asztrológia nélkül. Miért? Mert az asztrológia, a személyi horoszkóp megmondja, hogy neked és neked ebből a nagy feladat rengetegből, amit itt a földi élet kínál, vagy létrehoz, vagy szükségessé tesz, abból rád, neked mi az konkrét életfeladat köröd, hogy mással ne foglalkozzál.
Mert azt mondja Jézus, hogy vegye fel mindenki a keresztjét, én hozzáteszem, de a másiknak hagyjon békét. Ami nem az ő keresztje, nem az ő dolgos, a horoszkopból kiderül, hogy neked mivel nincs dolgod, és általában rendszerint is azért ilyen a világ, mert pont azzal foglalkozik mindenki, amivel nincs dolga. Illetve, hogy abból akar valami csodálatos bábertornyot építeni, ami neki karmája, tehát amit, hogy mondjam, lecsendesedve, visszafogva magát, hogy mondjam, koncentráltá téve, odafigyelve, megnézi, hogy várjunk, mert itt nekem van egy csomó negatív késztetésem. Van egy csomó ellenség képzett bennem. Van egy csomó ellenségeskedés, egy csomó haragvás, egy csomó önérzeteskedés, hibás önérzeteskedés, megsértődési hajlam és megsértődési késztetés, reflex, és így tovább, és akkor én oda kell figyeljek, hogy azt ne csináljam. Nem mert másoknak rossz, nem, nekem elsősorban nekem rossz, és a Földnek rossz, és az Istennek rossz, értjük? Tehát ezért mondom, hogy nem lehet asztrológia nélkül sem a buddhizmust rendesen realizálni, de ők nem tudom, hogy hogy csinálják, biztos, hogy jól csinálják ott Indiában. Itt Lár Andrást úgy látom, hogy nem éppen jól csinálja, mert közben látom, hogy olyan betegségei lesznek és vannak, amit nem kellene, hogy legyen egy olyan embernek, aki már mit tudom, 20 éves korától, vagy talán még korábban, vagy mióta már ő meditál is, hogy mondja, hogy fiatal korában elment Mirejsz Lászlónak a nem tudom milyen erdei kunyhonyába, vagy házába, vikendházába, nem tudom, és ott hónapokig egyedül volt, és csendben volt. És aki tud asztrológiát ráadásul. Akkor hogy annak olyan prostata bajai vannak, hogy szinte belehal, vagy hogy vese bajai vannak, hogy szinte belehal, meg ilyesmi. Hogy imádkozni kell érte. Na most, mert nem látja, mert egyszerűen a Lilittel nem foglalkozik, tehát karmapontokkal nem foglalkozik. Hát látom, hát előadásokat tart, és látom, hogy nem foglalkozik vele. Tehát karmája nincs feloldva rendesen. Na, most mondjak ilyesmiket, hogy annak ellenére, hogy már ő már egészen fiatalon megadatott neki, hogy ezzel a tudománnyal foglalkozzon, és hogy ezekre figyeljen, hogy mit realizált, hogy öregszik, hogy sajnálatos módon látom, hogy nálam fiatalabb ember 10 éve, vagy mennyivel 8-al, mennyivel öregszik meg itten szemem látára. És amikor millióan, hát azt hiszem, hogy legalább 1 millió ember van, aki rá hallgat, aki őt követi Magyarországon. De hova? Na, tehát elvitt engem egy kicsit ez a... sajnálom, tehát itt nehogy valaki azt higgye, hogy gúnyolódok, mert mondom, honnan jöttem el. Tehát, hogy írtam egy tanulmányt arról, hogy asztrológia nélkül a kereszténység meg van halva, és ez látszik, hogy a templomaink omolnak meg, üresednek ki, és nyugaton dzsámik lesznek belőlük, és minarettek, és meg mit tudom én, milyen más szentélyek lesznek belőle, idegen, tehát kultúrákban, nagyon-nagyon messze földről hozott kultúráknak a, mit tudom én, a szentélyei. Az nem vigasztal, hogy Dél-Amerikában, mit tudom én, és nem izgatják magukat ők, de én igen, hogy mert ott, nem tudom, hogy miért, hogy az indiánoknak a kultúrájára, hogy tudott rátelepedni. Szerintem ott valamiféle primitív dolgok kellettek, hogy legyen, hogy ez rá tudta telepedni, és azt ki tudta szorítani. És olyan nagy keletje és olyan nagy foganatja van a kereszténységnek, hogy most nem izgatják magukat, azért Ferenc pápáik, azért, hogy itt a kereszténység táptalaján, kérem, ahol ő született, ahol kiforrott, ahol megerősödött, és ahonnan létrehozta a csodálatos materialista tudományokat, mert a keresztény kolostorokban és a keresztény tanokon keresztül és az ő általa biztosította nyugalmon és békén keresztül tudott a tudomány itt úgy annyira kifejlődni, ugye, hogy itt semmi, nincsen, nyugaton nincsen, hát genderizmus jött létre helyette. Értsük már meg, tehát itt valami nagy baj van, és itt a nagy baj az pontosan az, hogy az asztrológiától, tehát a beavatási, nem a jóslásos asztrológiától elszakadt. Mert valamikor szervesen együtt, egy a talajuk, egy, mert Jézus is mondom, de a kereszténység állítólag, mint olyan, tehát ő,
ő csak a megváltó Isten, csak rá, hogy mondjam, csak felhasználta ezt a, mondjuk úgy, hogy kultúrtörténeti, szellemi, spirituális magatartást, amit már a, nem a kelták, hanem a székelyeknek az elődei, úgymond, a szkiták már tudtak, a szkiták már állítólag keresztény, egyfajta keresztény vallás gyakoroltak, és talán a magyar őseink is. Tehát ő erre ráépített, illetve ezek valahol megsejtették, és az összhangban volt a megváltás, tehát az igazi, tényleges, spirituális megváltás, úgymond, eszmékkel, vagy feltételekkel, vagy törvényekkel. Tehát ezt tudták a szkiták, nem arról van szó, hogy Jézus hamarabb megérkezett hozzájuk, mint mit tudom én, a zsidókhoz, és így tovább. Tehát kérem, miről van szó? Írtam egy ilyen nagy tanulmányt, és nagyon-nagyon jó és kedves barátomtól és barátaimtól kapok ilyen leveleket, nagyon szép, nagyon jó ez a tanulmány, csak éppen arról van szó, hogy amikor a kereszténységnek úgymond a kritikáját, azt a kritikáját írom meg, amely abból következik, tehát mondjam, ferdességek, meg tehetetlenségek, lehetetlenségek abból fejlődnek ki, hogy az asztrológiát elvetette, tehát, hogy mára jellemző, mert régben mi volt jellemző, inkvizíció, stb., azt hagyjuk. Talán már akkor is az asztrológusokat is már üldözték, nem tudom mennyire. De tény az, hogy második Szilveszter pápa például korának egyik legjobb és legnagyobb és legerősebb asztrológusa volt. Hogyha ő nincs, és ő nem rendelkezik ezzel a tudással, akkor az ezredfordulón, az első ezredfordulón sokkal több lett volna az őrület, az öngyilkosság, és a mit tudom én, el kell olvasni, van egy ilyen regény, nem tudom, egy magyar szerző írta, hogy Szent Szilveszter pápa. Ott leírja, hogy ő neki köszönhető az, hogy elrendelte, mint pápa, hogy a keresztény templomokban, amikor van az ezredforduló, akkor éppen, hogy boldogság és mit tudom, dicsőítő, nagyon helyesen dicsőítő, nehogy valaki gúnyt érezzen ki belőle, dicsőítő és hogy mondjam, és imádó és boldogságos és örömteljes, tehát olyan miséket adjanak elé, vagy hogy mondjam, a papok, amelyben ez az életöröm és ez az Istenben való boldogság öröme, és az jut kifejezésre. Értjük? És akkor így megmenekült attól, hogy a világnak legalábbis ez a kis európai része, keresztény része, még nagyobb őrültségeket csinálni, és itt még jobban egymást, vagy saját magukat meggyilkolják az emberek, vagy öngyilkosságokban, így is ugrottak be a Tiberizbe, és mindenfelé, mindenféle folyókba is lettek. De nem olyan sokan, mint amennyien lettek volna, hogyha nincs ott ez a pápa. Értjük? Akitől kaptuk a koronát. Tehát vigyázzunk, mert nem arról az asztrológiáról van szó, mely jósolgat, mert az a szennyességnek és a fekete mágiának és az aljasságnak és a szélhámosságnak a netoválja. Értjük? De a beavatási asztrológiáról, mint ahogy a kereszténység, az beavatás. És a kettő együtt beavatás, és egyik a másik nélkül. Nem működik, és kapom a figyelmeztetéseket, hogy ezekben a részekben, tehát ahol én nem kritizálom, hanem kimutatom, hogy milyen ferdességei vannak, és hogy hova jutott az a kultúra, amelyik a kereszténység táptalaján nőtt ki, ugye? Ez a materialista, marxista, vagy hogy mondjam, liberális kultúrának, hogy milyen ferdességei vannak, és akkor azt írja vissza, hogy azt írják vissza, hogy vigyázzak, mert a kereszténység nem éppen annyira rossz, mint aminek én beállítom. De nem én állítom, és nem áll. Tehát ez jött ki belőle. Értjük? Tehát az emberek annyira be vannak arra állítva, hogy vigyázni kell, mert a másik hibázik, a másik téved, a másik rosszul csinálja, stb., hogy reflexként ugranak rá arra, hogy te hibáztál, te rosszul csináltad, és nem látják az egészet. Hogy szokták mondani, nem látod a fától az erdőt. Tehát nem látod, hogy a másik jó indulattal hirdet valamit, és következetesen az egész életére az jellemző, ez a pozitivitás, ez az optimizmus, és ez a jó akarás, és a többi, ugye? Az a segítőkészség, de hogy ha valamit rosszul mondott szerinte, mert nem mondta jól ki, vagy nem fejezte jól ki magát, stb.,
akkor fújjújjúj, vagy hogyha én hányszor szoktam mondani, hogy a kereszténység valahol egy kis bolondság is, nem? A kívülállók számára is részére. Be olyasmiket csinál egy keresztény beavatott, vagy egy olyan ember, aki bízik teljesen Istenbe, és hogy az egész dolog végül is akármennyire is a külső körülmények neki nem azt mutatják, de ezt a boldog, belső, hát hányszor mondja Jézus, hogy az én világom nem e világú, nem, az én királyságom nem ebből a, mert mondja, hogy királyságról beszél, azt tanítja. Nem ebből a világból való. Na de máshol meg azt mondja, hogy királyság és boldogság és mennyek országa. Tehát ezt a három fogalmat úgymond szinonimmá teszi, tehát egyenlő értékűvé valahol spirituális szempontból. Tehát hogyha a királysága nem ebből a világból való, akkor a boldogsága ebből a világból való? Nem. Na oda kell eljutni, hogy tudjam azt, hogy a létnek az alapja az abszolút boldogság, értjük? És én ezzel a tudattal írok, hogy én ezt már számtalanszor elmondtam, hogy a boldogság az alapja az életünknek, annélkül nem lenne élet, értjük? Az más kérdés, hogy karmát kell oldani benne, vagy egy csomó karmikus késztetéssel, karmával, negatív késztetéssel és imaginációval vagy megterhelve. De maga az abszolút az isteni értelem, az isteni élet és az isteni megnyilvánulás, az egyetemes lét, az boldog, értjük? És ugyancsak a boldogságba kellene visszamenjünk, ebbe az eredeti abszolút boldogságba, de egy magasabb fokon. Mert ezt igényli az első Lilit jelenség, tehát a sóvárgás mindig valami jobbra, valami magasabb rendűre, mint ami éppen adatott. És a megváltás az, tehát most nagyon kérem figyeljetek oda, amit mondok. Tehát legyen világos, hogy a legnyomorultabb embernek is, aki a legszerencsétlenebbül végzi, stb., előbb-utóbb majd el kell jutnia a megváltáshoz. Értjük? Tehát a megváltás követelménye benne van a levegőbe, az életbe. És az a jóság, az a szeretet, az a odaadás, a jó akarat, jó indulat, a világosság, az értelem, hogy nem csinálok hülyeségeket, nem szennyezem össze a talajt, és nem szennyezek semmit lehetőleg, ez a világosság, ez az értelem, ez az igazi tudás, tudomány. Értjük? Na most oda el kell érni majd, hogy akár mekkorát bukkik ebbe az életbe, reinkarnációval vagy, hogy fogadjuk el, én inkább abban hiszek, hogy reinkarnáció csak részben van, mert azokat a részeidet, amelyeket leuraltak annyira a démonait, hogy nem tudod, tehát azokat a tudat részeidet nem tudod átvilágítani, nem tudod szeretetteljessé és elfogadóvá, odaadóvá tenni, ugye? Azok lemaradnak, hogy mert ott van a Hieronymus Bosch nevű középkori festő, ő szépen naturalisztikusan ábrázolta, hogy az ördögök hogy vágják szét, darabolják szét a lelkekek a túlvilágon, és az hova kerül, tehát majd hozzáragad egy újabb személyiséghez, aki majd valamikor fog inkarnálódni, és az egyik jellemző tulajdonsága lesz, és azt át kell majd világítani, azt át kell majd pozitív tulajdonságá kell majd, hogy tenni, ugye? Át kell alakulnia. Erről szól a nyolcas ház, erről szól a skorpió. Értjük? Tehát valamikor, valamilyen módon, valamiképpen, hogy nem tudom, hogy hány inkarnáción keresztül, ha így van, ahogy én mondom, és ahogy Bosch ábrázolta, és ahogy még sokan mondják, ugye? Például tibetiek, akkor előbb-utóbb el kell jutnia annak a magnak, ami a te magod, a megváltáshoz. Akár mennyi szenvedésen keresztül kell mennie. Hát nem jobb hamarabb felébredni, és abba hagyni a szenvedést azáltal, hogy te ne szenvedtessél másokat? Te ne rágalmazzál, te ne mocskoljál. Te ne, és én erről beszélek, és akkor azt mondják, hogy gúnyolódom. Hát amikor kritikát végzek, vagy elvégzem azt, hogy most itt mi a baj? Hol csinálja rosszul? Mert tessék, most gúnyolódom? Na tessék, mondjátok meg, ott van ez a Szatguru, vagy hogy hívják. Ez a Mikulásnak néző, ekkora szakálla van, ekkora bajusza, stb., de azért olyan virgonc, ilyen energiákkal teli. Öreg úr, lehet, hogy fiatalabb, mint én, nem tudom, de annak áncázza magát, vagy annak néz ki ezzel a rengeteg szakállal és bajusszal és mindennel, ugye, meg mit tudom, turbánnal a fején, és sejemizékbe, köntösökbe, ottan ossza az észt a világnak. De már évek óta, tizedek óta.
Ott az interneten, tessék be, én is Adguru. Na most fogta magát, és azt mondja, hogy ő a jával, vagy nem tudom, milyen motorkerékpályájával, azt elárult, amikor Csehszlovákiában tartott előadást, vagy Csehországban, vagy Szlovákiában, nem tudom, hogy végigment az északi sarktól le a Jó Reménység fokig Afrikában, és végigment a földön, és azt mondja, hogy tényleg nagy baj van az altalajjal, mert beszennyeztük, mert tűnnek el a mikroorganizmusok belőle, és így tovább. És igaza van? Na de kérem, ebből azt a következtetést levonni, hogy amivel elment a Davosra, ide a nagy gazdagoknak a gyülekező helyére, ugye, a sátán bálra, vagy hogy lehet azt mondani, elment oda, és azt mondja, hogy nagy baj van, csak ugyan a kaliforniai nagy kő, vagy fal, vagy mi az Isten csodámire rá volt írva, hogy le kell az emberisége létszámát csökkenteni 500 milliárdra, vagy mennyi volt az a misztikus szám, ha nem is annyira, de mégiscsak kell csökkenteni. Egy ilyennel, kérem, egy spirituális beavatott ember, egy Istennel állítólag kapcsolatban levő ember, egy megvilágosodott, hogy ajánlja ezeknek a banditáknak, hogy mégiscsak csökkentsék le az emberiség létszámát, mert másképp nem menekül meg a föld, mert az altalajt tönkretettük. Miért nem bízza ezt Istenre? Miért nem bízik annyira Istenbe, hogy ezt el fogja intézni? Miért kell a trógereket és a banditákat meghívni, hogy tovább folytassák a disznóságaikat? Ugye? Tudjuk, most nem mondjuk el, hogy mi az háttérhatalom, mert ott van Beddő Imre, és mindenki ezzel foglalkozik. De hát, vagy mainstream média, meg ezek, meg hogy Zuckerberg, és a másik, és akkor az ő homoszexuális tanácsadó, ez a Klaus Schwab, meg ezek, jó, a Mi Hazánk elnöke, ő aztán ezeknek a nagy ismerőjes, ő ad hiteles és megbízható információkat ezekről. Egyébként jönnek a választások, legyen világos, én mind a Mi Hazánkra fogok szavazni. Egy kivételével a gyomaendrődi polgármester, az le a kalappal a régi előtt, és én arra fogok szavazni. A többi mind a Mi Hazánki. Tehát ők az egyedüli, akik nem hazugnak, nem lopnak, és hogyha már ekkorára kitértem, akkor nagyon sajnálom ezt a szegény Magyar Pétert, mert a dolog úgy is van, hogy fordítva is igaz a dolog, hogyha aki lop, az hazudik, nem csak aki hazudik, az lop. Tehát ő tényleg lopott ötleteket a Fidesztől, de nem baj, mert ott tanult, hát nem tud más csinálni. Én is, az én abban, amit mondok, az rengeteg Hamvas Béla szellemiség van, de én Hamvas Bélát mindig emlegetem, mint, hogy mondjam, az én olyan gurumat, akivel nem találkoztam, olyan mesteremet, akivel soha nem találkoztam. De emlegetem is, és bizonyára, hogy abban, amit mondok, rengeteg Hamvas Béla gondolat jelenik meg. De nem mondok róla rosszat. Még akkor sem, hogyha már úgy érzem, hogy bizonyos dolgokban, most pont annyi idős vagyok, mint ő, amikor meghalt, hogy másképp látom, vagy tovább léptem, mert szegény Lilitet nem ismerhette úgy, mint én. Ő nem volt gyakorló, asztrológus, stb. De az ő zsenialitását én messze nem érem fel. Értjük? De egy pár dologban nem láthatott jól, mert nem volt ahogy. És akkor én azt elmondom. De én úgyis mélységes tisztelettel vagyok kiránta, és le a kalappal a zsenialitása előtt, és így tovább. És a szentsége, és a jósága, és a jó akarata előtt. De kérem, ez a Sadguru, tehát elmegye ide ebbe a Davoszi ezére, kongresszus, hogy minek lehet nevezni. Na most tessék, gúnyolódok. Most hogy csináljam, hogy ne legyen gúny? Na elmegy oda, és azt mondja, hogy az emberiség nagy részét, és akkor az ilyennel szemben ne legyél gúnyos. Ki kell írtani, mert másképp vége a földnek. Ugye? Egy spirituális tanító, egy hírhedt, úgymond spirituális tanító, és akkor erre mi történik? Megüti a gutta. Kérem, nagyon sokat megütött a gutta, aki ebben a gondolatban így belement, ilyen vízöntő szellemiségű emberek, hogy nem csinálja jól az emberiség, és most mi lesz, és meg kell állítani, és le kell állítani. Többek között nekem egy nagyon-nagyon-nagyon, de nagyon jó barátom is, egy professzor. Megütötte a gutta, mert ebbe a szellemiségbe belement.
Igaz, hogy ő még akkor, amikor még találkoztunk, még mielőtt megütötte volna Buddha, 2-3 évente egyszer, én mondtam, mert horoszkópját is értelmeztem, hogy vigyázzon, mert na, itt magasabb rendű spirituális folyamatok és jelenségek és törvények működnek, és hogy ebben nem kell annyira belemenni. De a gurunak mond meg ezt, vagy hogy van? Tehát menjünk vissza oda Magyar Péterhez. Igen, igaza van. Vissza kell hódítani tégláról téglára, lépésről lépésre a hazánkat. Csak hogy az a hazánk az égben van. Értjük? Az a haza nem Magyarország. Az a haza nem Európa, és még csak nem is a földkerekség. Az a haza az égben van. Értjük? És hogyha te az égi hazádban vagy, akkor nyugodt vagy, és akkor már ilyen elméleteket nem gyártasz. Én nem azt mondom, hogy az őrült, hát arról beszéltem a Bikánál, ugye, az őrült, meg a Vizöntörnél is lehet erről beszélni, meg mit tudom én, hogy hol, Kosnál, meg az összes tűzjegynél, meg a Baknál is, hogy nyüzsög az emberiség, és a politikusok mind azt hazudják, és nem állnak már le egyszer szegények, de nem tehetnek róla, mert őket is a démonaik vezérlik. Nem hibásak. Mi vagyunk a hibásak, hogy még bevesszük azért a maszlagot. Tehát, hogy nem tudom, most azt mondja például ez a szegény Magyar Péter, hogy ő visszaszerzi majd, mert egy olyan magatartás fog itt a magyarságra majd, vagy a magyar politikába olyan magatartás fog bevezetni, hogy megkapjuk majd az Európai Uniótól azt a rengeteg pénzt, amit nagyon jól tudjuk, hogy milyen csalás és milyen ürügy és micsoda aljasságok révén tartottak vissza, nem. Ő a jogállomat helyreállítja, stb., és akkor a magyarok boldogok lesznek. Eszni! Megint gúnyos vagyok. Csúcsok lesznek attól boldogabbak, hogy a Magyar Péter visszahozza az Európai Uniós pénzeket, és most már nem fogja Mészáros Lőrinc és hogy milyen Tiborcz, István, a többiek lenyúlni. Nem attól lesznek boldogabbak. Attól lesznek boldogabbak, hogyha béke van, ott van igaza valahol Orbán Viktornak, de azt hiszem, hogy ő is osztja, tehát Magyar Péter is a dolgot. Satöbbi egy gondolatot, sajnos kapkodok, elnézést. Vissza kell menjek oda, hogy azt mondtam, hogy ellopta a Fidesznek a sok-sok ideáját, nagyon sok-sok eszmét. De ellopta a mi hazánktól ezeket a aljas behajtó, hogy igenis állami kézbe kell adni a tartozásoknak a behajtását, a végrehajtási rendszerét a jogrendnek, vagy a jogász, vagy az igazságügyminisztérium körébe, és nem szabad az kiadni magántulajdonba, mert visszaélések vannak, stb. És még egy csomó mindent, innen is ellopott, onnan is ellopott. Na most, hogyha lopkod ez az ember, akkor mitől lesz ő szavahihető? Mitől nem fog hazudni? Értjük? Most, hogy hazudott azzal, hogy olyan nagy leleplezéseket fog csinálni, hogy itt megomlik az egész Fidesz rendszer, stb., az hazugság volt, értjük? Tehát itt semmi baj nincsen, én most nehogy itt valami manipulátornak képzeljetek el, nem fizetett nekem senki, egy mi hazánkos sem ismerek személyesen egyébként, bár ismernék, szeretném, hogyha Duró Dórával meg a kedves férjével megismerkedhetnék, ugye, Novák előtt abszolút tisztelem, amiért a laptopjának a lapjára hátul felírta, hogy az apasság, és az mindig látszik, amikor a parlamentben őket mutatják. Az apasság eszméje, mert az anyaság eszméje önmagában nem fogja kimenteni a nemzetet a sorvadástól. Világos? Itt még óriási tévedése van és hibázása van. Na most ezzel bezzeg nem foglalkozik Magyar Péter. Hogy a Fidesznek van egy ekkora óriási hibázása, hogy apák nélkül, csak úgy pénzzel, mint a pénz által majd megtermékeny itt nőket, csak azokat szülnek halomra, csak akkor, hogy van. Ugye? Hogy meg kell nyomorítani a gyermekeket, hogy kötelezővé tették az 3 évestől az óvodát. Már az is durva volt, hogy 5 évestől. 7 évig nem is kellene a gyermekek ezébe közösségbe járjanak. Spirituális szempontból. Értjük? 7 éves kor, ahogy mondták régebben, az otthoni 7 év, ugye? Az otthon a gyermek a családjában, és a szülei mellett kell eltöltenie.
hanem már ott, az óvodában már szedik fel a liberális kifejezéseket és magatartásokat. Tessék nagyon vigyázni. Komolyan gyermekeimet látom, hogy úgy cserpeskednek, és olyan szlogeneket mondanak, hogy megáll az eszed tőle. Azt mondja a kicslányom, hogy láttam egy sárkányos filmet, azt mondja, hát nem hiszem el. Hát jó, nagyot kacagsz rajta, ugye? De ez már egy ilyen, hogy hihetetlen, hányszor halljuk, hogy hihetetlen dolgok vannak. Nincsenek hihetetlen dolgok, a dolgokat el kell hinni, és utána kell nézni, hogy az mi az, mi akar az lenni, mit akarnak vele a torkodon lenyomni, és így tovább. Na, de nem ez a probléma, nem erről, tehát nem ilyen pessimista véget akarok én ennek a videónak, tehát, hogy tégláról téglára, és lépésről lépésre, és kitartóan, és szívósan, csak is a pozitív kifejezéseket, amiket Jézus tanított, a dicsőségről, a szeretetről, az alázatról, a szerénységről, hogy alázatos szívűnek lenni, és szerénynek lenni, és stb. És ezt végigcsinálni, és úgy is örvendeni a mely boldogságnak, ami nem abból jön ki, hogy neked mennyi élvezetben van részed, mennyi élvezetben részesülsz itt a Földön, mit tudom én, akár a másiktól, a párodtól, mert nem tud a párodat boldoggá tenni, amíg te boldoggá nem tetted magadat. És ez a boldogság, hogy ő mondja, a túlvilágról való. Értjük? Nem földi élvezetekből, nem szexuális, nem csoki, nem édesség élvezetből, nem bárányflekkenből, és mit tudom én, milyen finomságokból adódik a boldogság, hanem az igazi boldogság az a te belső, fegyelmezett kedély állapotodnak a felépítése, értjük? És te minél boldogabbá és szeretetteljesebb és fényesebb és világosabbá tetted magad, annál több boldogságot és jóságot és szeretetet kapsz, mert az áramlik állandóan és folyamatosan. Tehát igenis, az atya az nem gonosz, hanem a gonoszság az, hogy mi nem akarunk lemondani a karmáról. Hanem a gonoszság az, hogy már édesanyák, ugye akarva akaratlanul a negatív élményeikkel, a férjeikre való haragvásokra, nagyon vigyázzunk erre, mert ez egy nagyon durva, nagyon elterjedt démon, illetve vírus, vagy hogy mondjam, minden második női horoszkópban ezzel találkozom, hogy panaszkodnak a drága kedves nők, akik jóra valók és nagyszerűek, hogy a férjük miket csinál, miket nem művel. És akkor, mikor rávezetem őket, hogy hát de ő, ti vagytok a szeretet, vagy te vagy a szeretet megtestesülése, nem, hogy nem szereti őt eléggé a férje, de hát ő szereti, aki állandóan csak panaszkodik, meg néha még kritikával is illeti, meg hogy olyan finoman nekem írnak finoman, akkor el tudom képzelni, hogy magukban mit művelnek, ugye, azzal a férfival képzeletben, és így tovább, mert abból nem lesz boldogság. Abból nem lesz orgazmus képesség, nem lesz orgazmus készség, mert nem ott van, ahol a szexualitás, a szexuális, a szexológusok mondják, hogy jaj, a nagy szabadság a nőnek, jaj, az csodálatos az el kell ismerni, és azt tisztelni kell, és azt egekbe kell emelni a csiklót, stb., mert nem az az igazi boldogság. Írtak nekem levelet nők, hogy sokkal boldogabbak, amikor hüvei orgazmusuk van. Na most hüvei orgazmusnak az első feltétele az odaadási képesség, a nem haragvás, nem gyűlölet, nem kritika a férjével szembe, és így tovább. Értjük? Na, ott kezdődik a kereszténység. Hogy elfogadom azt, ami van, és megpróbálok abból lehetőleg együtt működve, és megbeszélve ezeket a dolgokat, és nem haragvás, mert olyant is hallottam, hogy eljött hozzám az édesanyám, és ezt is ezt csinálta, és akkor üvöltöttünk egymással a férjemmel, hogy azért, hogy ő meg miért szól benne az anyám dolgába, ott nálam az én családomban, vagyis a férfinak is a családjában, ugye, hogy miért nem hagyja az édesanyjának, hogy például, hogy etesse édességes cukorkával a gyermekeit, és hogy a férfi miért nem tudja megérteni, hogy ezt az anya szeretetből teszi. Meg tudja érteni, de úgyis helytelennek látja, és nagyon jól látja, értjük? És akkor azt mondja, üvöltözünk a gyermekek előtt, könyörgöm, égnek át a haja. Emiatt. Hát akkor nem kell anyukát odavinni a családba. Nem? Az anyuka azt mondta, hogy ki kell várni, amíg a legkisebb gyermek lesz 3 éves, és utána el kell válni tőle. Na, ez a jó tanács.
nem ismerünk magunkra, vagy általában ugye, a helyzetekre. Nem mindenütt ebben gondolkoznak általában, hogyha nem változik meg a férfi, akkor elváltoznak. Honnan van? Azt hiszik, hogy mindig a férfi a kezdeményező, dehogy is. A válás kezdeményezőknek a 90-80%-a nő, feleségek. Értjük? Persze, mert a férfi már születésétől fogva agresszív. Hogyne, vajon? Nekem a horoszkópban kijön, hogy tűzkarmás, levegőkarmás, sárkányfarka ott van, az oroszlánban, a kosban, akkor lehet az férfi vagy nő, tök mindegy, mert úgyis agresszív. Értjük? Nem igaz, hogy a férfiak többsége agresszív. Attól, mert következetességben tud gondolkozni, hosszú távú következményekben is azt szenvedélyesen kiáll amellett, az nem azt jelenti, hogy agresszívebb, mint a nő. Na, itt a nagy tévedés, és itt a kereszténység, hogy ezt megérteni, hogy ez hogy is van. Ide kell az asztrológia, és ide kell a metafizika. Itt nem működik magától a kereszténység, értjük? Maradjunk világosságban és szeretetben, és boldogságban lehetőleg, vagyis jóságban.